Derűs és szerencsés napot mindenkinek! Üdvözletem küldöm ismételten a Tisza folyóról, Tisza sűjtől nem túl messzire. Hamarosan a kis voltatóhajó is tovaúszik, és akkor megszűnik a berregés. Ismét a busákat vettem. Üldözőbe úgy állítottam be a felszerelést, nagy etetőanyag gombóc mellett lifegnek a technopufik vastag húsú horgokon. A szerelés az igencsak erős, ahogy a elmúlt részekben is láttátok. És remélhetőleg megint a főszerepben a akciódús busák és más egyéb halak. És már pedzi is, és viszi, húzza, hoppá! Meg is van, meg is akasztottam. Most már csak szépen ki kell tekerni, ki kell várni, míg kifárad. Igen, igen, csak rángatózva küzd, valószínű egy kisebb példány. Igen, minél közelebb dobok, annál jobb. A nagyobbak azok valamiért sokkal lassabban védekeznek, komótosan úsznak. Kisebb busákra ez a hirtelen erős kirohanása jellemző. Na gyere, Pajti! Be a szágba, és utána pedig a lisztbe nagyon szépen tudnak ezek hemperegni. És akkor hoppá, ez nem akart a fűszeres lisztbe bele mártózni. És a következő akció, nem is nagyon sokat kellett várni. Ismételten megtalált egy busa a horgot, és eszeveszett erővel védekezik. Úgy látszik, előttem egy hatalmas raj lehet, mert a másik botot is megtalálta, igen, csak rövid idő alatt. Nem tudom, mely mind a kettő másfél kilós. Két méretes hal a horgon. Szerencsém van, mert valamiért nem akarják egymást összegubancolni. A bal oldali bot balra úszik, a jobb oldali meg lefele úszik jobbra. És talán mind a kettőt szágba bírom terelni. Úgy látom, a jobb oldali már hamarabb kifáradt. A másikon pedig lazára engedett fékkel hagyúszkáljon addig. Az egyik már meg is van, a következő botot is megpróbálom
akcióba tartani. Hát ha nem jön le róla a hal. Úgy néz ki, hogy esze ágába sincs. Valószínű nagyon jól akadt a horog. És még maradt is benne egy kis erő, nem olyan könnyen bírom felhúzni a vízszetejére. Hopp-hopp, ez nem szürke színű, nem ezüstös hal, hanem inkább sárgás. Ez bizony egy telepített ponty. Kezemnek is olyan szaga van lassan. Pár centivel a méret határ fölött, úgy satszolom, hogy szépen meg lesz mérve. És bekerült a szádba. Horgászidő sajnos nagyon gyorsan elszaladt. Volt egy-két kisebb kapás is. Egy-két kisebb akció. De még egy pár percig kitartok. Hát, hogyha beköszönne valami termetesebb hal. Erre az idén még sajnos nem sikerült csak ezeket a kisebbeket megfogni. De hogyha elég sok időt rászállnak, eléggé türelmes és kitartó vagyok, akkor talán idén összejön egy szebb példány is. Elég sok most az huszadék, az valami ránehezkedik a zsinóra is. Kicsit megnehezíti a horgászatot. És akkor hamarosan indulok haza. Haza is értem. Cicus már várt. Egy-két meglepi falatot azért majd adok neki. Nyersen is, sülve is szereti. És jön a várva várt pucolás is. Sütögetés. És ki is ültek a finom halacskák. Minőségi só. Kis paprika, finom fűszerek, és minden, ami csak kell. Jó étvágyat mindenkinek, hasonló vagy ennél jobb sikereket, görbüljön a bot is.